Sziasztok, köszöntök mindenkit a mai adásban. Ma rövid videóban egy két napos történetről szeretnék beszélni nektek, mert a Blizzard adott ki hivatalos formában, ami nem más, mint a WoW Classicnak egy következő generációja, a 2019-es és a 2004-es verzióhoz képest. Elmesélem nektek, milyen változásokat iktattak be, és milyen okokból tették ezt. Szép sorjába végigmegyünk rajtuk. Jó szórakozást nektek! Míg a WoW TBC Classic már a második fázisában dübörög, a Blizzard dolgozói igyekszenek újra magukhoz csábítani, mint például engem, a WoW 2004-es verzióját kedvelő játékosokat. Ezt azon oknál fogva indították el, mert sajnos akik most csatlakoznak a WoW Classic szerverekre, azok már az end contentet csépelő haddal fognak találkozni. Ki ne akarná megint átélni ezt az élményt, az új contenteket? Ezen szerverek a Season of Mastery név alatt fognak működni. Így döntés született az anyacégnél, hogy új, friss contentről contentre induló szervereket indítanak, melyek egy éves progress fázisban fognak végükhöz érni. Ez azt jelenti, hogy a 6 fázist, amelyből áll a WoW Classic Vanilla, 2 havontai megjelenésre kell számítani kiegészítők terén, tehát patchek terén. A változások, amelyeket beiktattak, több téren mozognak, nagyrészt a játékmechanikát érintőlegesen. Kétlem, hogy újra annyi embert vonzana be, mint egykoron, ahhoz kevés változás van még, úgy érzem, de ez változik folyamatosan. Meg kell érteni, hogy az emberek nem egy mechanikailag 2004-es játékkal akarnak játszani, hanem egy olyan játékkal, ami a 2004-es feelinget és hangulatot hozza vissza. Nos, akkor hát, beszéljünk róla és a változásokról. Már az első fázisba berakják a Battlegroundokat, hiszen aki játszott a 2019-es verzióval, ki ne emlékezne a mészárszékre, ami jelen volt mindenhol a Battleground nélküli világban. Személyesen mondva, egy lépést nem tudtam még a városon belül sem tenni a priestemmel. Ez egy ragyogó jó ötlet, tanultak a hibájukból. Magával az említett játékmechanikával kapcsolatban Blizzard belenyúlt rendesen, elmondhatom. A 2019-es verzióban a World of Warcraftban mi igyekeztünk olyanra készíteni azt, mint az eredeti 1.12-es verzió volt egykoron. Bár mindent megtettünk ennek érdekében, de úgy tűnik, több raid könnyebb lett, mint egykoron és az adott bosszok. Mivel a játékosok sokkal tapasztaltabbak lettek, és több energiát, időt iktattak be az 1000 raidek felkészüléséhez. Ezen oknál fogva mi úgy döntöttünk, hogy több változást teszünk, hogy a játék több kihívással bővüljön, mint egykoron a kezdeti első raid bosszok. Oda vigyeztették még persze a végére, hogy ez nem végleges változás, mert sok minden, tehát számíthatunk még többre is, hála jó égnek. Továbbiakban, a buffok, melyek world buffként ismertek, mostantól nem lesznek elérhetők a raidekben, tehát nem használhatjuk őket csak a nyílt világban. Tehát végeredményben a Blizzard kikapcsolja a world buffokat az új szervereken. Ennek oka az, hogy egy rendkívüli bénázás volt ezeket begyűjteni, és sok játékosnak ettől elment az egész játéktól a kedve. Újra aktiválják az egykoron elvett képességeket a bosszoktól, ez körülbelül az akar lenni, ami most jelenleg a WoW TBC Classic második fázisában van jelen, rendes kihívások elé állítja a játékosokat. Mint tudjuk, a bosszok debuff slotja 16-ra volt redukálva WoW-ban, ami meghatározta a játékmenetet, nem kicsit. Most ezeket feloldják, és nem lesznek ilyen megkötések. Ez persze egy merész vállalkozás, hiszen az egész WoW harci mechanika erre volt kiélezve, de másként nézve a hátrányos helyzetű Shadow Priestek és Afflilockok végre beverhetik magukat a raid DPS-be. Továbbiakban a bosszok életpontjai nagy upgrade-et kapnak, hiszen több HP-val fognak rendelkezni, mint eddig bármikor. Ezzel fogják a debuff slotok által adott előnyöket mérlegbe helyezni a nagyobb raid sebzéssel. Érdemes lenne a bosszokhoz új és új képességeket berakni, hogy új meglepetéseket kenjenek a játékosok arcába. Nem beszélve az instákról, amiről semmit nem tudunk, hiszen a játék első fázisában nagyrészt erről lesz szó, és az ottani bosszok ugyanazon mechanikákat fogják használni, vagy hogy lesz. Azon játékosok, akik megbolondultak a fejlődéstől a WoW Classicban, most örülhetnek, hiszen a kapott XP mennyiséget a TBC-ben ismert szorzókra teszik. Ez azt jelenti, hogy mivel a 2 hónapos fejlődési ciklus igencsak gyors, nem szeretnék a fejlesztők, hogy csak a mobokból és a questelésből, vagyis a fejlődésből álljon a játék. Elmondások alapján nagyrészt a küldetésekért kapjuk majd a nagy mennyiségű XP-t. Valószínű, a mobokat azért nem rakták ebbe bele, mert az AOE levelingesek pár óra alatt 60-osok lennének. Van még itt változás a tarsójukban, úgy döntöttünk,
hogy megváltoztatjuk a mining és a hearth spotok mennyiségét, hiszen nem számítottunk rá 2019-ben, hogy ennyi játékos lesz jelen Azeroth földjén. Mivel egykoron a fejlesztők 2005-ben ennyi spotot raktak be, mi is ennyit raktunk be, és ezek kevésnek bizonyultak. Tehát megnövelték a spotok mennyiségét. Még egy újdonság, a Meeting Stone-ok végre beindultak, és nem csak egy találkozási pontról beszélünk, hanem végre megidézhetjük bajtársainkat is az adott instához. És persze legfontosabb hír a végére, a beta teszt most pár nap múlva kezdődik, bízom benne, hogy lesz annyi eszük, hogy nem aktív előfizetés kell hozzá, hiszen a mostani Blizzard helyzetében ez igazán eszetlen döntés lenne. Egyéni véleményem, hogy bőven nem fog annyi játékost magához vonzani a Project, mint egykoron, akár a 2019-es indulás, de mivel nem sok szerver lesz, azért valószínűleg tömve lesz az egész mindennek ellenére. Még úgy érzem, hogy még kellenének változások, igen nagy változások, akár balansz térem, és akár az AoE Mage-ek fast levelingelése véget is. Sokan mondják, hogy egy grafikai update-et kapna a játék, ma is egy sikeres, illetve talán a legsikeresebb MMO lenne. Mindezen utolsóról persze nem hiszem, hogy valaha sikerülne, a WoW 2.0 Classic egy Unreal Engine 4 alapján, pedig vannak rá próbálkozások, ugye fanoktól ezeket meg lehet nézni a YouTube-on, elég érdekesek. Nos, mára ennyi lenne, ennyit akartam átadni és megosztani veletek. Legyen szép napotok, áldás, béke! Thank you.